Megérkezett Magyarország apostoli nunciusa a 7. egyházmegyei bátai zarándoknapra. Több szempontból volt rendhagyó a már hagyománnyá vált Szentvér zarándoklat szeptember 26-án. Egyrészt a koronavírus miatt a máskor akár 2000 főt is elérő létszámot 400 főre kellett csökkenteni a szervezőknek, ezért az érdeklődőknek előre kellett regisztrálni. A gyalogos zarándoklatot sem engedélyezték, így páran, csak hogy hűek maradjanak a hagyományhoz, kis csoportos gyalogtúrát tartottak. Évek óta megújult módon jövünk Bátára, hogy megünnepeljük a Szentvér tiszteletét, és ebbe a zarándoklatba az egyházmegye hívei, egyházmegyén túli hívek, lelkipásztorok vesznek részt. Az elmúlt években ide hívtuk az egyházmegyének a plébániáit, katolikus iskoláknak a képviselőit, pedagógusokat, katekétákat. Tehát nagyon szépen kialakult a Szentvér tiszteletének a megújított tiszteleti formája, és ezért az év egy-egy napján 2000-2500-an tudtunk részt venni zarándokolva, akár Mohácsról, akár Szekszárdról, vagy az egyházmegye különböző pontjairól. Nagy öröm ez, és kifejezi azt a buzgóságot, ami a kegyhely 600 évéhez kapcsolódik, hiszen a magyar néptörténelmében óriási jelentőséggel bír ez a kegyhely, azon túl, hogy mint eukarisztikus kegyhely nagyon ritka Európában is, ezért nagyon büszkék vagyunk rá. Az elmúlt esztendőben a templomot, plébániát és környezetét is sikerült helyreállítani, így Udvardi György, veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó felterjesztette a bátai Szentvérkegy templomot bazilika minor rangra. Kéréssel fordultam a Szentatyához, hogy a bazilika minor címet adományozza ennek a kegyhelynek, hiszen ezzel a címmel az egyetemes egyházban betöltött jelentőségét is lehetne hangsúlyozni, és nagy örömünkre szolgál, hogy az ő megbízásából Szara Bíboros úr, mint a kongregációnak a vezetője, megadta ezt a címet, és a mai ünnepen, ahol ugyanakkor kevesen tudtunk részt venni a vírushelyzetre kiadott rendelkezések miatt, de nuncius úr be tudta jelenteni ezt a címet, nagy örömünkre szolgál, és egy megerősítő jele annak, hogy az egyetemes egyházhoz tartozunk, az egyháznak ez fontos, és szeretnénk buzdítani majd későbbiekben is mind a fiatalokat, mind az időseket, hogy jöjjenek erre a gyönyörű helyre, hogy tudjanak megújulni, tudjanak Isten irgalmával találkozni, és tudják életüket megújítani. Kedves testvérén, örömmel adok hírt arról, hogy a Szent Atya, Ferenc pápa a bazilika minor címet adományozta az Özi Bátai kegyhelyének. A kegyhely történelmi szempontból is jelentős, hiszen az elmúlt évszázadok alatt több fontos ember is megfordult már itt. Ez a kegyhely egy nagyon sok évszázados múltra visszatekintő hely, hiszen 1993-ban Szent László király alapította a bencés apátságot itt, és ebben a bencés apátságban történt egy olyan eukarisztikus csoda, amelynek következtében országszerte ismert és híres kegyhely lett, ahova a középkorban nem csak királyok, hanem pápai legátusok is ellátogattak. Ahogyan a nuncius úrnak a köszöntésében is mondtam, nagyon örültem annak, hogy örömhírt hozott, hiszen volt olyan pápai nuncius, akinek nagyon szomorú hírt kellett innen közölnie, amikor 1539-ben a törökök elpusztították. Igazából én azt gondolom, hogy Báta azt a rangot kapta ezzel vissza, amivel a középkorban már rendelkezett. Hiszen igaz, hogy a középkorban nem ismerték ezt a kifejezést, hogy bazilika minor, tehát ugye ez azt jelenti, hogy a bazilika major az azok a bazilikák, amelyek közvetlenül Rómában a pápa fennhatóság alá tartoznak, a bazilika minor pedig a világ összes részén a többi
bazilika rangra emelt templom, de azokkal a lelki kiváltságokkal, amelyekkel a középkorban egy bazilika rendelkezett, azzal báta rendelkezett már 1450-ben, hiszen 25 évenként meghirdetett jubileumi szentéveket itt bátán is el lehetett nyerni a középkorban, és nagyon sok olyan különleges pápai kiváltsággal rendelkezett, amelyek csak a bazilikáknak a jellemzői vagy tulajdonságai voltak. Így én azt gondolom, hogy azt a fajta súlyt és tiszteletet, amit a középkorban ez a hely kivívott magának, azt most visszakapta és elismerte Ferenc pápa ezzel a bullával. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akik itt voltunk a kegyhelyen, egy pillanatra meglepetés is volt, és a meglepetésből adódóan öröm is a szívünkbe, hogy megkaptuk a Bazilika Minori címet, amely most azt üzeni számunkra, hogy elkötelezettségünk van, nem csak a hívek iránt, hanem a Szentatya iránt is, még inkább az imádságban, a szolgálatban, és hát természetesen a Szentvérkegyhelynek a lelki megújulásában. És azt a buzgóságot adja meg az Úr nekünk, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani, akik hívők, vagy kevésbé hívők is, hogy jöjjenek el ide bátára, ismerjék meg a kegyhelyünket, a történetünket, és merjenek elmélyülni itt a kegyhelyen, ahol a Szentvérnek a kultusza, az eukarisztiának a kultusza él, és eleven. A szabadtéri szentmise körmenettel zárult.